Idén ősszel Felföldi László megyés Buspök úr a Pécsi Egyház megyében életre hív, hívta a férfi találkozó elnevezésű előadássorozatot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ebben a mai világunkban, amikor nagyon sok minden megkérdőjeleződik, közösen együtt keressük a válaszokat azokra az aktuális kérdésekre, kihívásokra, amelyeket a férfiakat, férfi mi voltjukkal szembesíti, hiszen a férfiak szerepe különösen is fontos a családban, az erőforrás, a biztonság, a békesség megteremtői ő. Az első alkalom ősszel volt, összesen hét helyszínen a Pécsi Egyház megye területén. Hozzánk Komlóhoz a legközelebb eső helyszín Pécs volt. Így az első alkalmon és két héttel ezelőtt a második alkalmon is Pécset vettünk részt a találkozó alkalmán. Az egyházközségből, ami Kumló városát és a környező falvakat is magában foglalja természetesen, Körülbelül 30 férfival vettünk részt, ez nagyon nagy öröm volt számomra bizonyára mindenki tudja, hogy a férfiakat nehezebb megmozdítani, megszólítani ilyen közösségi programokra, de nagyon örültem annak a nyitottságnak, hajlandóságnak és annak a különös érdeklődésnek, ami a velem együtt részvevők részéről kísérte a, a jelenlétünket. Az első alkalommal a férfi mi voltról tartott előadást püspök úr, valamint egy orvos doktor, most a második alkalommal pedig egy teológus, egy történész, és a püspök úr szemszögéből járhattuk körül a férfi munka témáját. Nyilván ezek az előadások soha nem akarnak valami tutit megmondani a férfi viselkedés, a férfi lét szempontjából. Bizonyos alapvető igazságokra fel akarják hívni a figyelmeket, de inkább arra sarkalnak, összönöznek bennünket, hogy kiki a saját maga életében gondolja át azt, Mit is jelent nekem férfiként, különösen mondjuk édesapaként jelen lenni a családomban, azokban az emberi közösségeimben, ahol a mindennapjaimat töltöm. Fontos kiemelni, hogy Püső úr meghívása nem csak vallásokat gyakorló, nem csak katolikusoknak szól, hanem bárki férfi embernek, aki szívesen álljon hogy ezekben a témákban szakemberek meglátásait meghallgassa, és közösen együtt férfi társaival gondolkodjon a felmerülő kérdésekről, kihívásokról.